nem fogjátok kitalálni, hol vagyunk, az autóba. Igen. Vagyis hova megyünk, hol van az autó, igen, hol van az autó, mindjárt ott leszünk a célnál, már a GPS csak 5 percet ír, az előbb 4-et írt, most hogy ment földre, na jó, mindegy. Ez 8 volt. 8 volt? Jó, oké. Hova is megyünk? Valasiba. Halásziba. Halásziba! Talajszelvényt nézni. Az egyik nagy ágyunk volt. Nem csak talajszelvényt, hanem mást is, állítólag más nézés is lesz. Úgyhogy figyelj, az intro után meglátod. Na akkor ide értünk a helyszínre. Úgy néz ki, hogy elég jelentős tömeg van. Gondolom ott lesz a regisztráció. Úgyhogy akkor... Ja, hogy mindenki gyondérosba jött, most nézem, hogy mindenki gyondérosba jött. Hát az ilyen nagyon összeg. Akkor szélegyünk a regisztráció fele. Kell ez a lény nekem? Hát ha te úgy gondolod, akkor... Na, túlestünk a regisztráción, és akkor megközelítjük itt a kritikus tömeget. Ja. Akkor szabja a kontra a teljes egészében. Ha az alapképző kőzetet nézzük, akkor a, ugye a lösz esetében, ahogy mondtam, a jégkorszak környékére kell menni, és a, nem biztos, hogy 40 ezer év, tehát 10 kötőjel 40 ezer év lehet, amíg egyáltalán a lősz meg tudott érkezni. Az európai síkságon, meg a Észak-Amerikából akár két méter, vagy akár a fölötti vastagság is kialakulhat. Ez egy óriási tápanyag akkumuláció, egy hatalmas szerves anyagháttér, és egy nagyon fontos fixált szén raktár, amit nem kellene, hogy bántsunk. Maga ez a konkrét talaj kialakulás, ami a szemünk előtt zajlik le, az, hogyha nyitott szemmel járunk az autóból vagy a buszból, elkezdünk kitekinteni, néhol látjuk az útkezelőnek a munkatársai, ahogy... Nem érdekes. Jó, nincs egy rajt. 40 évet, vagy akár egy szűk 10 évet, hogy tényleg olyan lehetőségeket kapunk, hogy egy talaj... Tudod, a nagy van rajta. Ja, mi is azon értük. Melyik skálát kell nézni? Külsőt. Külsőt, aha. Külsőt. Birtokába kerültünk, ami a föl kell nőni észre. Tehát az aggyal föl kell tudni dolgozni, hatalmat kaptunk arra, hogy a... Na, tovább. Jó. Nem megy lejjebb. Az nem jó megoldás. Jó, oké. De nagyon ráhajol. Halad. Az már nagyon nagy erővel jön. Az mutatja az erőt. Úgyhogy lássuk. Mosok egy kicsit. Jó, oké. Annak a terves trágyázásnak a maradnál. Látjátok? Ez legalább 3 éves szerves trágya, és ugye van egyfajta becsípődésünk, hogy mindenképpen szántanunk kell, vagy le kell forgatnunk a szerves anyagot, vagy a szerves trágyát. Egyáltalán nem biztos, hogy így van a szerves trágyának, illetve a fönt lévő szerves anyaggal, hogyha mindenképpen akarunk kezdeni valamit, akkor nem a beforgatása, hanem a bekeverése a jó földet. Tehát ne az, hogy trágya trágyához, vagy szár szárhoz, hanem szár földhöz, szár talajhoz kapcsolódjon. Bocsánat, ezt szerettem volna mondani. Kérdés, van-e esetleg? Mi méter eső szombaton megjön, akkor még meg is nyerhetjük a partit. Hát megjött az, hogy ebből aztán, hogy mondjam, ilyen szép állomány lett, az nyilván még több más minden kellett hozzá. Tehát fontos az, hogy egy arra alkalmas fajtát is találjunk, ugye, ami jól bokrosodik. Nagyon fontos itt a tápanyag utánpótlásnak a kérdése. Tehát az, leginkább itt nálunk az ütem a kérdés. Tehát az, hogy ha kiszórom a műtrágyát, de nem ázik meg, akkor nem csináltam semmit. Akkor a kettő közül az a jobb, hogyha a zsákban marad a műtrágya.
Tehát, és azt ugye nagyon nehéz garantálni. Tehát például, hogy ne érezzétek azt, hogy én meg tudom mondani, én sem tudom megmondani. Most kiraktunk, úgy volt ígérve hétvégére 10 mm csapadék, mondom, még nem kéne kirakni a repcére, de mondjuk suhintsuk ki, mert nem tudjuk, hogy jön-e víz. Ugye ígéretes a repce, még várni kéne, hogy ígéretes lesz-e, és akkor szépen rádöltünk a labdára, ellőttük, de nem találtuk el a kaput, mert nem jött meg az eső, úgyhogy most várjuk, most. Hogy most is ígérnek, most, már csak hármat. Vasárnapra mondja. Már csak hármat, de már talán. Ilyenkor már kicsi is jó, amikor már még hát a szögletről be tudjuk ívelni a labdát. Ugye megismerkedtünk akkor a talajjal, megláttuk ugye azt a bizonyos hardcore Cirok tarlóba vetett búzatáblát, akkor nézzük meg azt is, hogy milyen eszközökkel, milyen technikával történt meg itt egyrészt a vetés, meg egyébként majd, hogyha valaki tovább megy, akkor a különböző többi táblán mi zajlott és milyen gépekkel, illetve kiegészítőkkel, mert ugye az elején is mondtam, hogy lesz egy olyan kiegészítő, majd Bogdán Gábor fogja ezt bemutatni, ami különösen fontos itt a talaj élete nap alkalmából, de úgyhogy Villand Robi, Bogdán Gábor, illetve Jócsák Attila lesz a következő blokkunknak a főszereplői, mert hogy bemutatjuk akkor itt a Kverneland vetőgépet, amivel Misiék ugye direktben vetették össze a búzát, illetve ugye két Valtra traktort is láthattok, egyrészt a kisebb ugye az N-szériás, illetve hát ugye az a bizonyos Kús Valtra, amiből nem tudom Attila, mennyi van Magyarországon? Van négy. Négy. Tehát a négyből az egyik, az rögtön itt van, és akkor azt is elmondja majd szerintem Attila, hogy hogyan lehet összelegózni egy Valtrát, mert hogy ugye ez az egyik nagyon fontos része, vagy nagyon fontos eleme ugye a finn gyártónak. Akkor kezdhet neki? Na, és mert akkor három még eltartom az én. Jó. Ja, legóbb, jó. Jó, és akkor 3-4 órától Bogdán Gábor fogja ismertetni veletek ugye a PTG megoldásait, ugye itt a guminyomás szabályozás, guminyomás állítás fontosságát, hogy ez miért érdemes költeni rá. Majd remélem, hogy azt is elmondod, mert itt Attilával is beszéltünk, hogy az a bizonyos többletár, ami ugye egy traktorhoz hozzácsapódik, az... Fernand Úrmír névre keresztelt vetőgép. Az a nevéből is adódik, ez egy univerzális vetőgépnek lett tervezve. Misiben, amikor beszélgettünk róla, ugye ez korábban csak hagyományos tárcsás megoldással volt elérhető, tehát azzal a múlcsos technológiára volt alkalmas, és ugye az idő folyamán a Fernand is elindult abba az irányba, hogy a minimum művelést preferálja, támogassa. Ezért rákerültek ezek az egyenes tárcsák, amivel már alkalmas lett a vetőgép erre a minimum művelésre. De ettől függetlenül ezzel a tárcsás megoldással akár a hagyományos kultivátoros művelésbe is jól tudta alkalmazni a Misi ezt a gépet. Ugye az annak volt köszönhető, hogy elől fönt van ez a mélységhatárolt tömörítő kerék, tehát ad egy előtömörítést a tárcsáknak, és utána ezek a tárcsák már ugye megnyitják, kiképzik a magárkot, ugye egy vonalba futnak a vetőtárcsákkal. Így nem kellett egyébként olyan nagyon nagy talajnyomást csinálni hátul a tárcsáknak, tehát maradt ez a 100 kilós talajnyomás, mint az eredeti koncepciónál. Ezzel is teljesen jól tudott működni a vetés. Egy kis hibája talán van ennek a koncepciónak, ugye a hagyományos direkt vetőgépeknél ugye paralogramma karokon vannak felfüggesztve a vetőtárcsák, azoknál sokkal nagyobb szintkülönbségeket ki tud küszöbölni. Ugye ezek a tárcsák a nagy szintkülönbséget nem tudják lekezelni, ezért is fontos az, hogy a táblát ne tapossuk agyon, ne legyen becsapázva, mi csapánk ne legyenek, mert oda nem fog tudni lenyúlni, mint egy hagyományos direkt vetőgép.
Jön még sajátosság, ez egy osztott tartályos gép, 60-40 arányban van osztva a tartálya, 4300 literes a tartálykapacitás, és ezt tudjuk ketté osztani, és ebben az esetben ugye hátra van vezetve a útrágy a vető csoroszjához, és így gyakorlatilag a magra helyezi rá, vagy a mag alá tudjuk rakni a műtrágyát. Azt hiszem, hogy itt olyan 100 a Smartouch kartámaszt találunk a traktorunkba, számos díjat nyert, mert ugye minél bonyolultabb munkaeszközeink vannak, annál bonyolultabb dolgokat kell úgymond szolgálatként oda tegyen a traktor a munkagép felé, és emiatt úgy gondoljuk, hogy egyre bonyolultabb beavatkozásokat kell, hogy elkövessünk. Viszont a Smart Touch egy jellemzően egyszerűen kezelhető, egyszerűen átlátható kezelőfelület, ahol maximum 2 tapintással odaérünk abba a menübe, amiben éppen szeretnénk lenni. Osztott képernyőről is nagyon hamar gyorsan a beállításhoz az át tudunk ugrani. Akkor, hogyha már összeraktuk az egész adott művelethez tartozó beavatkozási sort, ami a táblavégi fordulóautomatikát takarja, össze tudjuk ezeket szerkeszteni, a beavatkozásokat szépen sorba, vagy pedig a mostani fejlesztettségi szintünkkel már odáig értünk, hogy a tábla végén a traktorunk meg is tud fordulni, az egyik nyomvonalról be tudjuk állítani, hogy melyik nyomvonalra forduljon be a traktor. Ehhez most már egyre nagyobb háttérinformatikai támogatás kell, tehát a tábláknak a határa meg kell, hogy legyen, meg tudjuk adni, hogy hol legyenek a forgóink, a táblának melyik oldalán, meg tudjuk adni, hogy ez milyen távolságra legyen a tábla határtól, és a forgóba a traktor elvégzi ezt a fordulást. Pár szóval már beszéltünk arról, hogy a Baltánál választási lehetőségünk van. Nem pusztán azt tudjuk meghatározni, hogy mekkora lóerő teljesítmény álljon rendelkezésre, hanem a traktornak az összes opcióját, ami felszerelésre kerül, azt egyesével be tudjuk x-elni a rendelési sorba, hasonlóan, mint a mostani autóknál egyesével az opciók közül tudunk válogatni. A gumiabroncs légtérfogató kutyám, hogy egyrészt a környezeti hőmérséket, másrészt az abroncsom, ahogy dolgozik ugye a szántaföldi munkavégzések során, a nyomás már egy órás munkavégzés után legalább 1 vagy 2 bárral emelkedni fog, és ez akár a déli órákra, akár egy báros nyomás különbséget is jelent. Tehát ami reggel 1,6 bár volt, vagy 1 bár volt, az mondjuk délben akár lehet 2 bár, vagy akár 2,5 bár, vagy akár annál több is, attól függ, hogy a reggel beállított értékem, ha beállítottam, akkor az a bázis az honnan indul. És ez abból adódik, hogy egyrészt a környezeti hőmérséket, másrészt meg az abroncsom, ahogy dolgozik, hogy az is elkezdi felmelegíteni a benne lévő levegőt. És igazából ugye itt az Attila az előttem szóló mondta, hogy a misék jelentős pénzt költöttek ezekre a Michelin abroncsokra. És ugye ahhoz, hogy ezt az abroncs technológiát, ami nyújt előnyöket, hogy ki tudjuk használni, ahhoz mindenféleképpen szükség van a gumiabroncs nyomás szabályzó rendszerre. Ez a rendszer igazándiból azt jelenti, hogy a traktornak a levegő rendszerére a lépfékkartály megcsapolásra történik. Felszerelésre kell egy első abroncsokat vezérlő szelep, meg egy hátsó abroncsokat vezérlő szelep, és a vezető fülkéből, mivel izobuszos a traktor, megjelenik a traktornak a sát monitorán, a PTG-nek az izobuszos kezelő felülete, és azon keresztül tudjuk állítani tengelyenként, akár tengelyenként különböző nyomásértéket tudunk beállítani. Ugye mindig kérdés, hogy milyen nyomásértéket állítsunk be az abroncsokba. Nagyon fontos, hogy a nyomásérték igazándiból csak egy nagyon kicsi tényező, hiszen gépüzemeltető szemmel kell néznünk a traktort. A traktort azt üzemeltetnünk kell, és itt ugye nem mindegy, hogy függesztett géppel dolgozunk, vagy vontatott géppel, nem mindegy, hogy vízszintes területen dolgozunk, vagy dombos, vagy nagyon komoly dombok között dolgozunk, mert illetve, hogy milyen nehéz vontatású munkagépet vontatunk, hiszen a traktort hozzá kell súlyoznunk. Hozzá kell súlyoznunk orrsúly szempontjából, hátsó kerésúly szempontjából, valamikor szükséges még az abroncsoknak a folyadékkal való feltöltése is. Tehát a lényeg az, hogy az abroncsnyomás az nagyon sok mindentől függ. Nagyon fontos, hogy komplexen kell kezelni, meg kell nézni, hogy milyen géppel dolgozunk, milyen körülmények között dolgozunk, milyen mélyen dolgozunk, és ahhoz kell a nyomás értéket beállítani. Minden egyes gumiabroncs gyártónak az interneten elérhető felületén megtaláljuk azokat a javasolt értékeket, ahol ha mérlegen megmérem, hogy az első meg a hátsó hídra milyen terhelés érték jut, természetesen ez nem a valós gépüzemeltetésnek a terhelés értékeit mutatja, hiszen ugye álló helyzetben tudom megmérni az első hídra meg a hátsó hídra hány kiló jut. Ugye azt ha felezem, akkor megkapom, hogy kerekenként
hány kilogramm terhelés jut az adott abroncsra, és akkor a táblázatból meg ki tudom nézni, hogy hány kilométer per órával dolgozok, és ahhoz az adott gumiabroncsgyártó milyen nyomásértéket javasol. Itt ezt mindig fontos fenntartással kezelni, mert van mindig a prospektus végén egy apró betűs rész, azt érdemes mindig hozzáolvasni, hogy azok a nyomásértékek milyen feltételek mellett érvényesek, de én mindenkit arra biztatnék, hogy aki még nem nézte meg otthon a nyomását a traktorába, reggel mérje meg, délben mérje meg, és gondoljon erre, hogy a felfekvési felület egy reggeli nyomásértékkel, vagy egy déli nyomásértékkel, hogy honnan hova változik. És ugye Misi mondta, hogy ugye megpróbálnak táblán belül úgy közlekedni, hogy minél kevesebbet, vagy esetleg a művelőutat használni. Ugye mi az, amit tudok hozni a nem megfelelő nyomásérték, főleg, hogyha a közúti nyomásértékkel hajtunk fel. Itt látok egy szeldény metszeteket, ugye, hogyha ugye itt ez az a bizonyos nyomás, hogy itt is jól látszik, hogy nem, tehát a kiterjedése nem olyan mély, mint a közötti nyomás alatt lévő abroncsnak. Látjátok, hogy szelvény szempontjából nem hat olyan mélyre, mint mondjuk a magas nyomásértéken üzemeltetett abroncs, és ugye nem fog réteget taposni. Mert ugye, ha réteget taposok, most az minden idézőjesen milyen mélyen van, vagy milyen vastag, de sajnos a gyökérzet felfekszik, és ugye a tápanyagokhoz, meg hát ugye az egyik legfontosabb a víz, nem fog a növényünk hozzáférni. Felszokták tenni kérdésnek, hogy szimpla vagy ikerkerekezés. Sajnos ugye a közúton ugye a traktorok egyre nagyobbak, egyre szélesebbek, ezért kompromisszumot kell kötnünk, úgy gondolom, mert nyilván az lenne a legjobb, hogyha ugyanilyen széles ikerkeréket tudnánk ikesíteni, csak ugye azzal közúton el kell jutni A-ból B-be, főleg ugye amilyen a közlekedési morál az utakon. Ezért nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy megveszik szimpla szélessel, esetleg vesznek hozzá keskenyebb kerékkészletet, mint hogy a misék is tették, látszik az előtte lévő traktoron, és a szimpla széles kerékkel megpróbálnak mindent megoldani gumiablonos nyomás szabályozással. Ezt megpróbálják az ikerkerék hiányát ablonos nyomás szabályozással megoldani, hogy növelik a széles ablonosnak a felfekvési felületét. És ez az irány, ez egyre több helyen, egyre több gazdaságban megjelenik, hogy kompromisszumot köt, tudja, hogy felfekvési felületben veszít, de viszont biztonságosan el tud jutni éjszaka is, meg nappal is A-ból B-be, és akkor nincsen ebből probléma. Tehát zárszóként tényleg annyi, hogy a traktort üzemeltetni kell, a nyomásérték egy dolog, a súlyozás legalább olyan fontos, mint a nyomásérték. Mit végzünk, függesztett gép, vontatott gép, annak milyen nehéz a vontatása. Ugye főleg a John Deere-oknál ugye vannak, főleg a nagy 8000-es meg a 7000-es traktoroknál vannak ezek a bizonyos kilogramm per lóerő értékek, hogy ez a 35-40 kilogramm per lóerő, 40-50 vagy attól nagyobb, attól függ, hogy melyik, milyen munkagéppel dolgozunk. A traktort ennek megfelelően kell súlyozni, és ahhoz kell a nyomásértéket hozzáállítani. Van még egy fontos tévhit, amit szeretnék eloszlatni, hogy ha megforog tehát nagyon leengedem az abroncsomat, és megforog a felnin az abroncs, akkor nem az a megoldás, hogy felpumpálom, mert nézzétek csak, ha felpumpálom az abroncsomat, hogy úgy gondolom, hogy jobban nekifeszül a felninek, akkor mi történik? Lecsökkentem a felületet. Tehát a motor teljesítményem állandó, a traktor tömege közel állandó, ahogy fogy az üzemanyag tartály, de középre van berakva, úgyhogy ez teljesen rendben van. Tehát nem az a megoldás, hogy felfújhatom az abroncsomat, ha megforog, hanem képüzemeltetési szempontból a gépkapcsolat úgymond túl van terhelve, és ezt a túlterhelést kell megoldanom. Mert ha felfújhatom az abroncsomat, lecsökkentem a felületet, tömegem állandó, motor teljesítményem állandó, akkor ugye kerékcsúszásban fog jelentkezni ez a beavatkozásom. Tehát ezen érdemes elgondolkozni, hogy lehet a nyomásértéken valamennyit növelni, hogy ne forogjon meg. Érdemes mindig összejelölni egy alkoholos héccel a felnit meg a gumiabroncsot, ellenőrizni, hogy nehogy túlterheljem a rendszer, mert ugye, ha elkezd megforogni, igazán itt a gumiabroncsnak, ahol a felnin felfekszik, itt oldalt ilyen disznik vannak, és az viszi át a nyomatékot. Ugye ez, ha megsérül, minél hosszabb felületen, akkor igazán a gumiabroncs sajnos elveszti azt a képességet, hogy átvigye a teljesítményt, a motor teljesítményt a talajra. Jó, tehát én igazából csak ennyit szeretem volna elmondani, annyi kérdésem van, aki még soha életében nem mérte meg a traktorba a nyomást, mérje meg reggel, meg délbe és beszéljünk. Köszönöm szépen! Látod ezen, hogy milyen vannak benne a levek? Mindjárt megyünk. Egészen lent vannak hajzán szinten. Itt indogsz, kijössz a házból, tiszta balatoni fény. Jó, ott azért. Nézd meg, ide nézz. Egészen
Ott lent is ott vannak a gyökérszőrök. Ne szedd ki, ne szedd ki! Nem. Szedjék ki, nem a gyökért akarom kiszedni. Ott az oldalfából szedjék. Szóval, azért homokos. Milyen látszanak ott a... Nézd meg, milyen mélyen itt vannak a gyökérszőrök. Ja. Nagyon szépen be... Ezt érzi. Jó, néz ki. Jó, kicsit mi a neve? Rövid a... Ott van benne, látod? Itt van benne egy réteg. Itt, ahogy a rásüt a nap, amit magyarázott tegnap Dobos Endre is. Hogy ugye a rétegződéseket, ahogy rásüt a nap, gyönyörűen lehet látni a szinteket. Itt. Így. Igen. És utána meg itt van lejjebb. Igen. Tovább. És ott van az orr. Ja, ez meg már egész ilyen löszös. Egészen ilyen, ja, löszös. Nagyon. Ez itt van benne. Szerintem ez ilyen valami, na, valami trágyaszerű, vagy nem tudom mi. Ha valami olyasmi. Na, asszunk itt. Na, akkor már a vége a programnak. Nagyon szépen köszönjük az Agrofil SMB Kft-nek, hogy vendégül látott minket. Nagyon eseménydús és tapasztalatgyűjtő nap volt. Köszönjük Misinek az előadásait, meg akik itt még közreműködtek a gépekkel kapcsolatban. És egy kis elnézést szeretnék kérni tőletek. Tegnap volt nálunk a vetőgép klinika kis összeröffenés, és hát kicsit hanyagoltam ott a videózást, úgyhogy egy pár pillanat képet tudok megmutatni nektek róla, úgyhogy még egyszer elnézést kérek, de annyira jól éreztük magunkat ott a jelenlévőkkel, hogy olyan jól elbeszélgettünk, hogy a kamerázásról teljesen megfeledkeztem, úgyhogy egy-két képet tudok berakni nektek róla. Lenni a lezárásra? Milyen lezárókerekek vannak a vetőgépen? Hát nekem SPC-n van, hát az a súly van rajta. Ilyen láncos megoldást alkalmazott valaki, hogy még a lezárókerekek mögé odarakott egy láncot, és akkor az úgy nagyjából úgy tűnt, mintha megcsinálta volna a feladatát? Az sem működik. Vizesben egyébként érdekes, azt szoktuk látni, hogy ez a lezárókerék az olyan munkát végez, mint hogyha így összecsípné a talajnak a tetejét. És akkor ugye az ember azzal úgy meg van elégedve, hogy fölülről jól néz ki. Hogyha kicsit megássa az ember azt a magárkot, hogy nagyon hamar mit szoktunk látni, hogy megtaláljuk a magot egyből. Ássuk, ott a mag. Tehát az nem jó, mert az azt jelenti, hogy nincs körbevéve talajjal. Nincs fölötte föl. Minden egyes sávtisztító, vagy hát a legtöbb, ami a piacon kapható, az ugye magára a vetőkocsira van ráhelyezve, hogy itt is látjuk. Csak ugye, amit említettem, hogy vetés közben vélel nagyon heterogén a területünk, tele van emelkedővel, süllyedővel, szikfoltokkal, víznyomásokkal, ugye a vetőkocsink is úgy fog szépen mozogni. Pláne, hogyha gyorsan vetünk. És minden ilyen különböző emelkedés, süllyedés, ez egy valamilyen rezonanciát fog okozni nekünk a vetőgépben. És ez a káros rezonancia, az ugye nekünk jelentkezni fog. Tőrtáveltérésbe, különböző mélységbe fogjuk lejelzni a magot. Tehát ezt szeretnék kiküszöbölni a rendszerbe. És ugye amíg nekünk a sávtisztítónk, az a vetőkocsin dolgozik, azzal azt fogjuk elérni, mintha úgy tolnánk ki a kukászsákot vagy a kukászbödönt a házból, hogy így toljuk magunk előtt. Ha valaki próbálja meg egy jó megrakott kukászbödönt kitolni úgy, hogy maga előtt van, hát az rohadt nehéz. Próbáljuk meg úgy, hogy húzzuk magunk után, mint a banyatankot a nénik a piacon. Ugye az sokkal könnyebb fizikai munkát jelent. Ugye ez volt az elmélete mögött az úgynevezett reveal sávtisztító mögött is. Ugye itt az a nagyon nagy különbség, hogy a sávtisztító, ami látszik, nem a vetőkocsira van ráhelyezve, hanem magára a vetőgépnek a vázára. Minden egyes ilyen káros rezonancia, ami a szármaradványokból, különböző rögökből eredne, és további tolna nekünk minden esetben a kocsink felé, ezt a vetőgépnek a váza fogja elnyomni.
Tehát nem fog magyarul annyira pattogni a vetőgép, mint hogyha ebben a konstrukcióban van felhelyezve. Hát akkor még jobban emeljük. Tessék? Akkor mekkora vetőgép kell? Hát, súlyos. Nem vetőgépes. Súlyos. Ja, súlyra gondolsz? A súlyára. Aha. De most már onnan veszük el a súlyt, amonnan is veszük el a súlyt, időben fölemelkedik, aztán repül lesz benne. És ez egy nagyon jó gondolat, amit mondasz, hogy minél több dolgot helyezünk a vetőgépre, annál nagyobb felületen fogunk érintkezni a talajjal, annál nagyobb felületen tudjuk kidobálni ezt a vetőgépet, minél gyorsabban megyünk. Ennek az egyik megoldása, hogy hasítsuk. Ez a mindig fel van telepítve kitésgépekre a precision printinges rendszer, minden jó, de van ez a hülye helyes haladás mérőszám, ami nem akar jól lenni. És már ideges a gazdálkodó, már hívnak minket, hogy mit csináljanak. Attila, valamit csinálják. Mennyivel mentek? 17-tel. Menjetek 13-mal. Jó le. Ezt milyen mélységben használjátok? Az bemegy, hogy hívják, vetés mélység alá. Az nem elővágó. Az a műtrágyás tárcsa. Ja, az a... Ezre adják. Az már nem fér, tudod, az elővágó. Aha. A műtrágyás tárcsa. Az elővágó tárcsa ki van cserélve egy pálcára, hogy meglazítsa annyira, hogy bele tudjon menni a műtrágyásba. Hogyan? Az elővágó tárcsa, tudod, ki van cserélve pálcára, vagy botta. Igen. Azért, hogy meglazítsa annyira talaj, hogy bele tudjon menni. Szerintem belemegy ez notérbe simán. Ez a vetőgép biztos, hogy belemegy. A mi talajunkon. Figyelj, tavaly elvetettem vele gabona után, nyáron, aratás után 100 hektár. Mindenhol belevágtak. Igen. Cirkot. És milyen talaj, milyen kötöttségű talajok voltak? Hát figyelj, de... Nyáron, nem volt annyira beton, mert vannak felvételek róla, meg videó, ahogy elvetettük, mert ugye nem olyan sokára vetettük el vetés után, egy-két héten belül elvetettük vetés után, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a vetőgép, másikat nem tudok, de ez belevágta. Ez belevágta. Végig ment a lazító, és elég jól meglazítja abba, ekkor a sortisztító elég jó belevág, elég mechanikus, teljesen mechanikus, egy itt ezzel a menete lehet állítani, ez olyan nehéz, mint a kurva. Kipucol mindent, a szármaradvány nem marad, és meg is lazítja egy kicsit a talajt, úgyhogy könnyedén belevágja a vetőgép. Annyi kell, hogy a négy soron van dupla rugó, mert ott észrevettem, hogy ott nem tudja rendesen belevágni, ha teljesen is föl van húzva a rugóerő. Ott van plusz még föltéve a tagra, ide föl van téve. Ja, ott látom oldalról még. Igen, ott még ez van. A középső négy? A középső négy, ami a traktornak a keréknyomába megy, mert még a pénze nem jutottunk el addig, hogy a traktor is ugye ja, és akkor mivel a keréknyomba van? Keményebb a talaj, kell neki a rugó. Össze is törtek a rugók. Azért is tettünk plusz össze, ezek a rugók, kérlek szépen. Ezek összetörtek, eltörött. A keréknyom után mindegyik eltörött, akkor kicseréltük a rugókat, és tettünk még rá pluszba, ami még lehet hozzá kapni. Azt még rátettünk. És azóta, ugye tavaly elvetettük a 100 hektár gabonatarlót, és ott nem volt már probléma. És vetésmérségben nem láttok különbséget azokon, ami másfajta rugó van, mint a külső? Nem, mert ott keményebb a föld után, a traktor után keményebb. Aha. Nem megy a sor közbe a kerék. Aha. Hát az még le van egy nem tudom hány millió forint, hogy a nem ezzel húzzuk, ezzel most csak ide a másik, a nagy traktorra húzzuk, azt föl kéne úgy kerekeznünk, hogy a 75-be menjen, tudod? Ha, 8 kerek legyen rajta, ez egy vékony. Igen, az a vékony. Igen, meg elől 4. Igen. Úgy kellene, és akkor pont a sor közben mennének a kerekek, ezért most hát kényszer megoldást, tudod? Szegény ember vízzel főz. Hát ez van. Tehát ez még, tudod, ez még a legrégebbi, jó, van ennél is régebb, ez még a lemezes, nem az öntvény házas, ez a lemezes házas, de viszont én úgy láttam, hogy meg jó, 11-nél gyorsabban én nem vetek. Ezzel nem is érdemes. Én ráérek 11-el vetni, 11-el és a 12 sorra, ami területeinket könnyedén játszva elvetjük,
annak meg nincs értelme, hogy lobogtassam a vetőgépet, meg a műtrágyás tárcsa is meglazítja, hogy vág, 5 centire vág mellette, nem szimpla tárcsás, dupla tárcsás, az is meglazítja. Úgyhogy ha, amiről beszéltünk, vagyis Tamással beszéltünk róla, hogy akartok szervezni kint is, táblán is valamit, ha valaki eljön megnézni, ezt megláthat, hogy ez belevág. És azt mondtad, hogy egyel mélyebben vág a műtrágya. A műtrágya az elvileg alatta kell, hogy legyen. Úgy van beállítva, hogy a vágó a mélység alatt van valamennyivel. És nem ejti bele neked a magot annak a mélységébe? Ahova a műtrágyát kiejti? Hát 5 centivel arrébb van. Oké, csak hogy az nem baj, hogy mélyebben vágja neked? Nem. Aha. Mert az elővágóknál szokott ez probléma lenni, nagyon sokszor az ugye mélyebben nem, vágja. Az elővágónál... Csak az csinál egy ilyen krátert a vetésmérség alá. Az rosszul van beállítva, mert az elővágónál az az előírás, legalábbis én azt olvastam, az elővágó 1 centivel magasabban kell, hogy járjon, mint az utolsó 1 centit a tárcsának kell, hogy kivágja. Így van, így van. Nem az elővágónak. Az legtöbb elővágó az pont, hogy alatta működik. Legtöbb, de azt lehet mindegyiket állítani. Igen, csak ez nincs elmondva az embereknek, tudod, hogy az nem jó, hogy egy mélyebb áróba ejtett bele a magot, igen, amit nem a nyitó tárcsát csinál. Ha nem előtte már megvan, igen. Lehet, hogy az elővágó jól elvégzi a munkáját, és számoladványt ezt neked átvágja. Igen. Amiként nem igaz, mert sokszor, hogyha van egy ilyen kukoricacsövet, fogja, és úgy összecsöpj, hogy belegyűrű neked. Itt nincs számaradvány. Ezt mi néztük végig, ellenőriztük tavaly is, amikor a buzaszalmában volt, úgyhogy ott maradt a bálának az alja, amit főbáláztunk. Ott maradt, azon is úgy átvittem, mint egy rongyot, szétdörgült el a fenébe, érted? Neked ezért lenne jó a sávtisztító, úgymond, hogy jól működjön, hogy ez tényleg az dobja el, igen, hogy utána a nyitó, az tényleg csak azt csinálja, hogy... És az, hogyha szárazabb volt a fő teteje, az kipucolja, nem mélyen, kipucolja, és akkor a mindjárt nedvesbe tudja betenni a magot. Úgyhogy nem is, előtte sokkal mélyebben vetettünk, pedig akkor csináltunk talajelőkészítést, minden, sokkal mélyebben vetettünk, mint most. Hát amikor főtettük ezeket a norannos kerekeket, vagyis a betéteket, körülbelül, hát nem akarok hülyeséget mondani, de 4-5 nap alatt kín volt a cirok így már, szögbe volt, a nyáron. A gabona után, a buzák után, amit július 20-án vetettünk el, és ön 25-e, 27-én már látszottak a sorok végig, kint. Hihetetlen, érted? Hogy 5-7 nap alatt úgy kint volt a cirok, mondjuk az 7 centséges is a cirok, hogy magunk nem akartuk elhinni, érted? Hogy a gabona tarlóba belevetettük. És az ennyi idő alatt ki tudott jönni. Hát hogyha optimálisan is tavasszal elveted a jó hőmérsékletű talajba, előkészített talajba és a kukoricát, az is legalább kell egy 7-10 nap neki, mire szögbe kijön, nem? Most javítsatok ki, ha nem így van. 7-10 nap biztos kell neki. De azért volt úgy, hogy vetettük ez tavaly előtt volt, a cirkót, mi a nevébe, az mintilbe volt még nekünk, és csütörtökön elvetettük, és azt szoktuk csinálni, hogy a vetés után kellős előttőben mindig teszünk glifót, mert mindig gazos szokott lenni, ugye az előkészített talaj is, mert korán megszoktuk akkor csinálni, és akkor ami kín van, az már megy. Tehát az már nem okoz problémát. És akkor vasárnap jöttünk ott a körforgalomnál, ezt mondom a bandának, hogy menjünk be, nézzük már meg, túrjuk ki, hogy mi van ezzel a cirokkal. Hát már nem kellett kitúrni, mert kín volt szögbe. Hát már ilyen így permeteztem le, hogy becsuktam a szemet. Hát csináltunk egy ilyen 15-20% írtást benne. Hát de már nem volt választási lehetőség, érted? Hát most érted? Hát csütörtök és vasárnap már kín volt. Hihetetlen. Na, ilyen alapvető karbantartási
fontosságokat elmondanék. Ugye, ha a traktor oldalára megyünk egészen a lezáró egységek, az első dolog, sokszor meg kell tekinteni. Ugye a magának a vetőgép vázának a szintezése. Nem tudom, mennyire szoktátok figyelni, kicsit jobban be van döntve a traktor irányába, kicsit hátrébb van. Nagyon fontos, hogy ez minden esetben vízszintes legyen. És ha kicsit be van döntve, akkor fennáll annak a veszély, hogy minden olyan egység, ami a vetőkocs elején van, sokkal jobban fog dolgozni, mint kellene. De még a vetés mélységünk is mélyebben lesz. És ezekkel a sártisztítók alájött, hogy csak a szármaradványt dobnánk oldalra, túrni fogjuk a földet. Tehát lehet, hogy leforgatjuk azt a szármaradványt, aminek semmi keresni valója nincs a vetési mélységben. Tehát nagyon fontos ennek a vetőgépháznak a szintezése. A polarár karokról már beszéltem, ugye persejek, ezek folyamatosan kopnak, kopóalkatrészek, nincs ezzel semmi baj, ezek lejjenek cserélve, különben sok esetben, hogyha ezek lötyögnek, mozognak, minél gyorsabban megyünk ismétlem, és minél könnyebb vetőkocsikkal, mint például ez a lemezkocsis váz, annál jobban fog nekünk ugrálni a vetőkocsink, annál kevésbé fogjuk tartani ezt a vetésmélységet, amit mi szeretnénk. Következő dolog. Ugye, akkor kezdjük a nyitótárcsákkal. Nyitótárcsáknak az átmérője, ugye nyilván, amikor az ember felszereli, akkor van egy paraméter, mondjuk John Deere nyitótárcsáknál, Monoszer nyitótárcsáknál más és más. Általában azért másfél-két centis kopást után ezeket érdemes cserélni, de ezt egyébként ellenőrizni is tudjuk. Már nem az átmérőt, hanem azt, hogy ezek a nyitó tárcsáknak milyen az összetartása. Ugye ezt nagyon könnyen úgy is ellenőrizhetjük, hogy megmozgatjuk az egyiket, és hogyha az egyik megmozgatja a másikat, akkor az már egy jó jel, hiszen az a feladatuk ezeknek a nyitó tárcsáknak, hogy megforgassák egymást. Ha már a másik nem forog, mint ebben az esetben néhányszor, akkor félő, hogy van egy nagyon nagy hézeg a kettő között, ami különböző agronómia problémát fog nekünk kezelni. Kétféle probléma lép ennél életbe, amikor túl kicsi az összetartás nyitótárcsák között, tehát van egy ilyen ekkora hézagom, abban az esetben nekünk csinálni fog egy úgynevezett W magárkot. A W magároknak az a sajátossága, hogy a magároknak az alja az így néz ki, és ilyenkor a W-nek a közepére fogjuk helyezni ezt a vetőmagot. És lehet, hogy a W meg a szárának az alja között van egy 1 cm-es különbség. A vetésmélységem hát nem ott a legalján, amit mi megcsináltunk a nyitótárcsával, hanem annak a W-nek a közepén. Vagy az oldalára esik, vagy a tetejére, vagy a másik oldalára. Az a lényeg, hogy nem lesz egy egyenletes vetésmélségem. Mi ennek az ellenkező példája, amikor nagyon nagy a nyitótárcsáknak az összetartása. Tehát annyira szűkre állították a két nyitótárcsát egymáshoz képest, hogy egy ilyen éles V magárkot fogok kialakítani, ami szintén nagyon nem jó, mert a leeső vetőmag ennek a szűk szögnek a közepéig fog mondjuk beesni, és nem a legaljára. És megint veszitek 2-3 cm. Erre van egy nagyon egyszerű trükk, hogy ezt hogy tudjuk megnézni, hogyha föl lenne emelve, mondjuk nem is kell. Én is meg tudom nézni, hozok két nézetet. Szóval akkor ezt a videót ezzel zárjuk. Köszönjük szépen, hogy megnézted. Ha tetszett, nyomj egy lájkot. Ha nem iratkoztál fel, iratkozz fel. És ciao!